Az elsősorban szabadtéri előadásokat egész héten át Darko Radonovic, tiszaszentmiklósi festő első tárlata kísérte. A kiállítást a nap folyamán minden látogató megtekinthette. Naravno, zadovoljen sam, ja sam zadovoljen izlužbom, pogotovo što je prva samostalna. Nadamo se da će biti nešto bolje kasnije, malo više izložbi, ali to je to za sada. Szerb és magyar színház, gyermektársulatok, népzenészek, néptáncosok. Színes programmal készültek a szervezők. Összefoglalva a heti eseményeket elmondható, hogy a rendezvények látogatottsága kielégítő volt, közönség jól szórakozott, műfajilag megtalálták itt a képzőművészettől, a kiállítástól, a pop-rock zeneig minden igényüket ki tudták elégíteni. A hetet két színházi előadás zárta, a Magyar Kanizsai Gondolatjel Párna embere, illetve a Nagykikindai Egység Emme József Attila társulatának a Mese marad című előadása. A rendezvény megkoronázásaként a csókai Villeniaci Rock együttes lépett színpadra.